A koronavírus miatti egyéves szünet után a néptánc és népdalhagyomány kedvelőinek alkalmuk lesz élvezni a Becsei Folk Fest programjait Óbecsén a Felszabadulás téren augusztus 13-ától 16-áig, amelyet 6. alkalommal szervez meg a Gyidó Művelődési Egyesület. Már néhány külföldi tánccsoport jelezte részvételi szándékát, így a közönségnek ezúttal is nem mindennapi koreográfiákban, népviseletekben és látványban lesz része. A már mindenkinek jól ismert koronavírus világjárvány miatt idén a fesztivált nem tudjuk teljes fényében és az iránta való érdeklődésnek megfelelően megszervezni, de az óbecsei közönségnek semmiképpen sem fogunk csalódást okozni. Idén lesznek néptánc csoportjaink Ukrajnából, Egyiptomból, Bulgáriából, Kongóból és Macedóniából. Ezek a külföldi fellépőink. És persze lesz több hazai csoport is, akik változatos, hagyományos táncokat fognak bemutatni. Lesznek tehát szerbiai, magyar és szlovák tánccsoportok is. Azt szeretnénk, hogy a műsor gazdag és változatos legyen, úgy, mint az eddigiek során is volt. A 6. Becsei Folk Fest előtt állunk, amit a Gyidó Művelődési Egyesület szervez. És hogy számomra miért is különleges? Hát azért, mert tavaly a járványhelyzet miatt nem tudtuk megszervezni, és nem ünnepelhettük meg a tánccsoport 40 éves fennállását. És mivel ez lett volna az 5., egy kisebb jubileumot is kénytelenek voltunk kihagyni. Mindezt azonban be fogjuk pótolni az idei fesztiválon. Tehát megünnepeljük a tánccsoportunk 40 éves fennállását, én pedig a Gyidóban eltöltött 35 éves művészeti vezetői munkámat fogom megünnepelni. Úgy, mint az eddigi években, így idén is felvonulnak a résztvevők a koncert előtt, és Óbecse belvárosában be is mutatkoznak egy rövid tánccal és énekkel, valamint bemutatják vidékük, illetve országuk gyönyörű népviseletét. A fesztivál alatt lesznek egyéb kísérő rendezvények és tartalmak is, például az etnobazár, de minden koncert előtt felvonulnak az est résztvevői, és lesz kiállítás népviseletekből, úgyhogy minden külföldi vendégünk és látogatónk megismerkedhet majd a mi szerbiai hagyományainkkal, valamint az itteni sokrétű népviselettel. Ezúttal szeretném meghívni Óbecse község minden polgárát és az Önök televíziójának nézőit, a környékbelieket és a vajdaságiakat, hogy jöjjenek el augusztus 13-án, 14-én, 15-én és 16-án Óbecsére, a fesztiválra, hogy közösen élvezzük ezt a csodálatos népzenei és néptánc rendezvényt, a folklór ünnepét. A polgárok mellett a fesztiválnak a Gyidó tagjai is végtelenül örülnek és odaadóan dolgoznak a rendezvény minden szegmensének megszervezésén. Számukra a Becsei Folk Festnek különleges jelentősége van. Nekem a Becsei Folk Fest nagyon fontos, mert a tánccsoportunk már 41 éve működik. Szeretnénk megmutatni az óbecseieknek, de az ide látogatóknak is a néphagyományainkat, a népszokásainkat és a Szerbia területén létező összes néptáncainkat. Az eddigiek során a fesztiválon 21 ország vett részt 4 különböző kontinensről. Nagyon örülök annak, hogy idén vendégül láthatjuk Egyiptomot, Ukrajnát, Macedóniát és a többi ország képviselőit. Mindazt, amire a mi koreográfusaink megtanítottak bennünket, a vendégszeretetet, a nagyvonalúságot és tudást mi átadjuk a vendégeinknek, és tárt karokkal várjuk őket. Azt gondolom, hogy ez a fesztivál nem csak nekünk, a Gyidó tánc csoportnak, hanem az egész városnak nagyon sokat jelent. Idén is érkeznek hozzánk vendégek Egyiptomból, Ukrajnából. És azért is fontos, mert más népek kultúrájával ismerkedhetünk meg. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy jó házigazdák vagyunk. Eddig minden vendég nagyon elégedett volt. Biztos vagyok benne, hogy ugyanígy folytatjuk idén is. Ez a rendezvény számomra nagyon sokat jelent, de nem csak nekem, hanem a városunknak is, hiszen általa népszerűsítjük Óbecsét.
nem csak Európában, hanem több, más kontinensen és államban is. Nagyon örülök annak, hogy végre megtarthatjuk itt nálunk ezt a fesztivált, mert bár az is nagyon szép, amikor más vidékre, más országba utazunk és megismerjük az ottaniakat, megbarátkozunk velük. Viszont ez a fesztivál csodálatosan szép lesz, mert az óbecseiek megismerkedhetnek más országok táncaival. Másfelől pedig izgalmas az egész szervezés is, mert betekintést nyerünk a szervezés egész folyamatába, és mert sok embert ismerhetünk meg. A koncertek 20 órakor kezdődnek, melyeket felvonulás előz meg a Felszabadulás téren. Az elkövetkező napokban pedig kiderül a tánccsoportok pontos fellépési sorrendje is. A 24 órás horgászmaratonon a péterévei Tiszaparton 33 horgász csapat vett részt. A Péterévei Kecseges Sporthorgász Egyesület, amely a házigazdája és a szervezője is ennek a hagyományos, már 9. éve megtartott horgászversenynek, ez alkalommal is arra törekedett, hogy elsősorban a versenyzőknek megfelelő feltételeket biztosítson a tiszaparti horgászáshoz és ott tartózkodáshoz. 33 csapat vett részt a maratonon. A halfogásunk az egy elég, úgy mondhatnám, hogy labilis volt, mert az egyik részen túl sok halat fogtak, a másik részen kevesebbet. A legnagyobb halunk az 4,5 kilós harcsa volt, de vannak olyan csapatok, akik 10 kilós harcsával is büszkélkednek. Az összsúly az körülbelül 80 és 100 kg körül van. A horgászmaratonon a legjobban teljesített a péterévei Nagy Attila és Balassa Sándor, akik 24 óra alatt 11.155 gram halat fogtak. 6 éve ugye, hogy mi már itten a Tiszán maratonon folyamatosan jövünk, ő ugye édesapám, ugye együtt párba dolgozunk, első évben ugye megnyertük már ezt a serleget, több éven keresztül ugye közel voltunk, 4. helyezett, 5. helyezett volt, hogy kicsit rosszabb is volt. Tavaly előtt ugye a nagyhal díjat elvittük úgy szintén harcsára, ugye, akkor ugye mink fogtuk a kezdetéknél fél órára rá ugye az első halat, akkor aztán egy kis időre rá, egy 2 orosszára rá, akkor fogtunk még egyet, aztán később jött egy 4 kila 15 dekós hal, ugye akkor már nagy távolság volt ugye a vetétársak ellen, ugye, mert akkor már volt egy 3-4 kila biztos, akkor későbbiekben esti órákban akkor jött ugye még egy 3 kilós harcsa 10-11 óra tájékán, és aztán reggel most 8-kor még jött egy 2 kilós, és akkor így egész jó elhúztunk úgy jön ki, de volt konkurenciánk, ugye ketten voltak, akik erősek voltak, közel voltak, ugye minden évben körülbelül ugye ott vannak ők is, mert nagyon jó pecáznak, ugye nagyon akarják, és akkor hát minden szép, jó, ugye jó a társaság, ugye összeszokott társaság többnyire, ugye majdnem mindig ugyanazok az emberek jönnek, néha egy-két új vendég, ugye ismerkedünk, barátkozunk, jó minden így. Második helyen végeztek Sziveli Sándor és Soltis Attila, szintén a helyi Kecseges Sporthorgász Egyesületből, 5225 grammos fogásukkal. A rendezés az minden rendben volt, hal is úgy, ahogy volt, kicsit lehetett volna több, a vízállás véget szerintem hol lent, hol fönt van, azért nem lehetett fogni halat annyit, amennyit kellett volna. Meg hát mindenhova úgy még, hogy nyerje. Apa és fia, a Jagodinai Branislav és Nikolai Eftics 3. helyen végeztek. Ők 4855 gram halat fogtak. Érdekes megemlíteni azt, hogy Nikola megszakította a horvátországi családi nyaralását azért, hogy eljöhessen Péterévére a horgászmaratonra, hogy édesapjával részt vegyen a versenyen, amelyre minden évben eljönnek. Amikor első évben jöttünk erre a rendezvényre, sok emberrel összebarátkoztunk, és azóta tartanak ezek a barátságok. Igazából nem maga a horgászás az elsődleges, amiért ide eljövünk. Persze mi mindig törekszünk, ám itt igazi profik vannak. Mi az egész szabadságunkat ehhez az eseményhez tervezzük. Én például pénteken érkeztem, és ma este megyek vissza a tengerre. Ott hagytam a feleségemet és a gyerekeket, de megyek vissza hozzájuk.
hiszen még sokáig a tengeren leszünk. Ezt az eseményt azonban semmiképpen sem hagyjuk ki. Egyrészt édesapámmal is együtt töltök egy kis időt, másrészt pedig az itteni barátokkal való találkozás is fontos. Ez volt egyébként a negyedik horgászati esemény a Kecsege Sporthorgász Egyesület szervezésében. Ugyanezen a helyen augusztus végén vagy szeptember elején mélyhorgászati versenyt tartanak az egyesület tagjainak részvételével. A Bácsföldvári Vojvodina Futballklub szombaton július 31-én a saját pályáján megtartja a sorrendben 12. Bácsföldvár trófeája elnevezésű labdarúgó tornát, amelynek idén humanitárius jellege lesz, mert a bevételt a kis Alexa Prodanovicsnak, a klub tagjának szánják, aki közlekedési balesetben sérült meg a Gyöngy-szigetnél. 16 óra 30-kor lesz az első mérkőzés, melyben a Sajkás Györgyei Bácska futballklub csap össze a hazai Vojvodina csapatával, 18 óra 15 perckor pedig a Pacséri Bácska futballklub és a Túriai Mladoszt játékosai mérkőznek meg. Felkérem az Úbecse községbeli Bácsföldvár lakosait, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen a rendezvényen, hiszen a sok kicsi sokra megy, és a kis Alexának ez sokat fog jelenteni. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani Úbecse község ifjúsági irodájának, Úbecse községnek, a Bácsföldvári helyi közösségnek, a község elnökének Dragán Tosityúrnak, Dáne Mándicsnak, Dúle Milovánovnak és sokaknak, akik segítséget nyújtanak. Megköszönöm továbbá a klubbeli barátaimnak is az önzetlen segítséget és azt, hogy mindig mellettem és a Vósa mellett állnak. Szeretném őket is felkérni arra, hogy jöjjenek el, hogy minél jobban megszervezhessük ezt a tornát, amely a kis Alexának is nagyon sokat fog jelenteni. Ezen a tornán eddig a legtöbb győzelmet a Becsei csapata aratta. Háromszor voltak a legjobbak. Kétszer ünnepeltek a Sajkás Györgyei Bácska futballklub játékosai, de győzött már itt a Túriai, a Szeghegyi, valamint a Bajsai csapat is. Éppen ezért a házigazdák most nagyon szeretnének győzni, hogy első alkalommal emelhessék a magasba a győztes trófeát a saját településükön, a kis Alexa egészsége érdekében. A sorrendben 9. gólyatáboron fiatal 9-től 16 éves kosarazó lányok és fiúk vettek részt, akik az elmúlt hetet Úbecsén töltötték, és szorgalmasan edzettek a sportközpontban. A tábor célja, hogy a gyerekek számára lehetővé tegyék a barátkozást és a tapasztalatcserét, valamint hogy fejlesszék az eddig szerzett sportkészségeiket. A technika és a taktika elsajátítása mellett a sportolók szabadidejét különféle szórakoztató rekreatív tevékenységekkel egészítették ki. A tervek szerint a táborban hollandiai és németországi gyerekeknek is részt kellett volna venniük, azonban a koronavírus járványhelyzet miatt ők lemondták az idei érkezésüket, így csupán romániai fiatal sportolók jöttek el az eseményre. Két év után ismét lehetőségünk nyílt arra, hogy részt vegyünk ezen a táboron. A gyerekek szeretnek Úbecsére jönni. Számunkra az önök városa a második otthonunk, hiszen olyan sokszor voltunk már itt. A tábornak minden pillanatát élvezzük. A gyerekekkel tapasztalt kosárlabdaedzők dolgoztak. A táborozók nagyon motiváltak, hiszen azért jöttek, hogy megcsinálják, hogy megtanulják a legjobban, ahogy tudják. Mi is azonnal motiváljuk őket, ahogy elkezdődik az edzés, ők azonban készek a munkára. Minden edzésen jól megizzasztjuk egymást. A gyerekeknek tetszik itt Úbecsén, szeretik ezt a környéket, szeretik a Tiszapartot és a természetet, a legjobban pedig medencézni szeretnek. Ami engem illet, nagyon elégedett vagyok. Minden remek ebben a táborban. A gyerekek nagyon aktívak, szépen dolgoznak, szófogadóak, nagyon jó gyerekek, és azt gondolom, hogy olyan edzőkkel dolgozni, mint Ivana, Tomás és én, jó hatással van a fejlődésükre és a jövőjükre. Az év után, amely mögöttünk van, már nagyon vártam ezt a tábort, és természetesen elismerésem a kollégának, aki ezt elintézte és lehetővé tette, hogy mégis eljöttek a gyerekek.
Szerintem ez a legnagyobb siker a gyerekek számára, hogy folytathatják a kosárlabdát. Lenyűgöző a törekvésük és az akaratuk, és nagyon tetszenek az edzések. Meg vagyok elégedve az itteni edzők tudásával is. Nagyon várom a hétfőt, amikor visszautazom a csapatomhoz, és elmegyek az első edzésre, úgy Szlovéniában, mint Hollandiában, hogy ennek az energiának bár egy részét át tudjam nekik adni. A Data Sport ügynökség egyébként szeptembertől a kosárlabda mellett a kézilabdát és a röplabdát is beiktatja a programjaiba. Így a hónap második, harmadik és negyedik hétvégéjén lennének megtartva mindhárom sportág tornái. Ezúttal is azonban a végső döntést a pillanatnyi koronavírus és járványhelyzet határozza majd meg. A Bácsföldvári Vojvodina Teke Klub szenior csapata az elmúlt idényt a szerbiai első ligában a Vajdaság csoportban az ötödik helyen zárta. A harmadik helyre kerüléshez mindössze egy pont hiányzott, de tekintettel arra, hogy az ország legfiatalabb csapatáról van szó, amely 16-tól 20 éves fiúkból és néhány tapasztaltabb játékosból áll, akiket a koronavírus, a különböző sérülések és munkahelyi kötelezettségek megtizedeltek, ezért az első csapat játékosainak nagy része a bajnokság bizonyos ideje alatt nem tudott versenyezni, így ez a kötelezettség a tartalék játékosokra hárult. A Vojvodina tavaly azzal a céllal lépett be a szerbiai első ligába, hogy a szuperligába kerüljön, ami azonban mégsem valósult meg. Így a vágy megmarad a következő szezonra. Augusztus 1-én kezdjük a felkészülést, a célunk változatlan, a szuperligába való bejutás. Addig el kellene, hogy készüljön a korszerű tekepálya Bácsföldváron, melynek előnye többek között az is, hogy végre a saját szurkolóink előtt játszhatunk. Az utóbbi 5 évben mindig máshol zajlanak az edzések, egy évig Topolyán, egy évig Bács-Feketehegyen, és 3 éve már Törökbecsén dolgozunk, ahol már szinte otthon érezzük magunkat, mert az ottaniak igazi házigazdáknak bizonyultak, és mindazt a figyelmet megkapjuk tőlük, amit ez a klub megérdemel. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a sportközpont igazgatójának, Ránko Jányicsnak, aki lehetővé tette számunkra, hogy teljes erőbedobással edzhessünk a törökbecsei tekepályán. Mi pedig minden erőnkkel törekszünk és edzünk, és a sikerben reménykedünk. A Vojvodina Teke Klubnak van junior és kadét csapata is, mindkettő egyformán sikeres. Az idén a Vojvodina juniorjai kiharcolták a Szerbia bajnokai titulust, tandemben az első és a harmadik helyet szerezték meg. A klub továbbá a tartományi kupa megnyerésével is büszkélkedhet. Radatovics Hunor harmadik helyezést ért el a kadétok között Szerbia egyéni bajnokságán, még ugyanez a játékos a Verbász kupát is megnyerte, a vajdasági kupa bajnoka pedig Kurcinák Gábor lett. A bácsföldvári játékosok minőségét igazolja az a tény is, hogy hármukat meghívták a juniorok és kadétok versenyében a világbajnokság előtti válogatott felkészülésére. A világbajnokságot idén Szlovéniában tartják, augusztus 21-től augusztus 26-áig versenyeznek a pionírok és a kadétok, augusztus 27-e és 31-e között pedig a juniorok versenye zajlik. Klubunkat két személy képviseli a kadétok kategóriájában, Kurcinák Gábor és Radatovics Hunor. A juniorok kategóriájában pedig egy képviselőnk lesz, az előző világbajnokság bajnoka Marko Erdejan. Arra számítunk, hogy közülük valaki idén is éremmel tér haza. Természetesen a legfényesebbre számítunk, de a többi megszerzett éremmel sem leszünk elégedetlenek. A Bácsföldvári klub kiemelkedő eredményeire felfigyelt a Sport és Ifjúsági Minisztérium, és ösztöndíjban részesítették Marko Erdejan junior versenyzőt, Radatovics Hunor kadét pedig a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárságtól kapott ösztöndíj támogatást. Másfelől viszont az edzésekhez, a felkészüléshez és magukhoz a ligaversenyekhez, valamint a magasabb rangba lépéshez hiányzik a megfelelő tekepálya.
Bácsföldvárnak van egy 4 sávos tekepályája ugyan, de ez a pálya nem elégíti ki a szerbiai első liga, a szuperliga és a vajdasági első liga kritériumait. Ezért kénytelenek vagyunk más helyen edzeni, amit elég nehéz összehangolni, mert elsősorban össze kell hangolni a törökbecsei pálya szabad időpontjait, az iskolai, a munkahelyi és egyéb kötelezettségeket. Valahogyan azonban mindig feltaláljuk magunkat, bár nehéz, de mégis sikerül. Óbecse község elnökétől, Dragán Tosicstól egy igen kemény ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy ez a gondunk megoldódik, hiszen mi vagyunk az egyetlen sportklub Óbecse községben, amely kénytelen a saját településén kívül tartani az edzéseket és a meccseket. Éppen ezért nagyon reméljük, hogy ez a gondunk mi hamarabb megoldódik, és hogy végre saját közönségünk előtt játszhatunk majd. 4 győzelem és 1 vereség. Ez a Becsei 1918 ifjúsági futballklub eddigi 5 felkészítő mérkőzésének az eredménye. Az eddigi egyetlen vereséget az óbecseiek az első ligás Mladost Gát csapatától szenvedték el, de legyőzték a Kulai Hajduk, az Eleméri Naftagász, valamint a Pálmajori Jedinstvó csapatát. Szerdán pedig a Tisza melletti városi stadionon újabb győzelmet arattak, 6-1-re legyőzték a Hadik Liget csapatát. Az eddigi felkészítők során az óbecseiek 7-szer vették ki a labdát a saját hálójukból, viszont a vendégekébe 16 alkalommal találtak be. És ha már a góloknál tartunk, elmondjuk azt is, hogy a szerdai meccsen a gólszerzők listájára Drázsics és Krajinovics 2-szer, Tomčić és Bratislav Jelić pedig 1-1 góllal iratkozott fel. Elégedettek vagyunk, bár az eredmény most még nem az elsődleges célunk. Örülök annak, ahogyan a fiúk lefutották ezt a mérkőzést, az első és a második félidőt is. Egy kicsit ismét összekevertük a csapatokat és kipróbáltuk a tartalék variációkat is. Amire most a legnagyobb hangsúlyt fektetjük, az a futás. Ez most jól sikerült, és ez reményt és önbizalmat ad arra, hogy ugyanígy kell tennünk a folytatásban is. A Becsei csapata a következő felkészítő meccsre Hócságra utazik, ahol az ottani Textilac csapatával a vajdasági szerb liga újoncával csap össze.